hagyományos iparos indulóval, az ipartestületi zászló fogadásával, valamint a himnusz éneklésével vette kezdetét az immár 115. iparosok és vállalkozók bája február 17-én szombaton, aminek házi asszonya az idei évben Liptai Klaudia volt. A vendégeket már harmadik alkalommal a Part rendezvényházba várták, ahol ezúttal is elsőként Winkler Károly, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke köszöntőjével, majd az iparos nóta éneklésével nyitotta meg a bált. Az a rendes iparos, aki mindig iparos, és sohasem részeg. A rendes iparos, aki mindig italos, és sohasem részeg. A munkahelyen összevágó csapot, papot, a kocsmába tölti el az egész napot. Az idei iparosbál fővédnöke Nagy István volt, aki köszöntőjében elmondta, ez a 115 éve egy olyan alkalom, amihez hasonló kevés van a városban. A miniszter hozzátette, az iparosok igazi közösséget alkotnak, akiknek megköszönte a több mint 115 éves munkájukat. Ennél sokkal régebben folyik a munka, folyik az építkezés. Mert tégláról téglára, kőről kőre, szolgáltatásról szolgáltatásra épült ez a város. Lett olyan, hogy Klaudián is rendszer. És ez nagyon fontos dolog. Mert mindenki, aki jön, tényleg rácsodálkozik arra, hogy milyen szépségei vannak. Ez az önök keze munkája. Amit itt vagyunk, ez az épület, a megújult épület, önök munkája. Szintén a bál vendége volt Pető Péter, aki köszöntőjében kiemelte, Mosonmagyaróvár szép városi környezetét az iparosok töltik meg élettel. Belegondolnak, hogy Mosonmagyaróvárnak, aztán korábban Mosonvármegyének kikalkották az igazi polgárságát. Önök, kedves iparosok. És kik azok, akik ezeket a hagyományokat átörökítették a mai napokban, azok szintén önök. Az iparosbál vendégeit Iváncsics János is köszöntötte, aki elmondta, az elmúlt több mint egy század alatt számos nehézséggel kellett szembenézniük az iparosoknak, akik mindezek ellenére még mindig sikeresen működnek. Ez alatt a 115 év alatt azért elég nehéz időszakok jöttek egymás után, hisz alig alakult meg az ipartestület Magyaróváron már, és első világháború, gazdasági válság, második világháború, aztán utána rendszert tűrt tagjaként kellett dolgozniuk, most pedig talán a múltik nyomulása miatti kihívások a legnagyobbak. A hivatalos köszöntők után aztán átadták a 115. iparosbál idei díjait. Elsőként a Moson vármegye oktatásáért, szakképzésért járó díjat adták át, amit ezúttal Olá Ferenc vehetett át. Nagy örömmel szolgál, hogy én kaphattam meg ezt a díjat. Ugye én a Golyai iskolán vagyok szakmai igazgató helyettes, elhangzott itt, hogy a kukartestület 115 éves, hát a Golyai iskola 127. Úgyhogy az iskola egy nagyon patinás iskola, 20 óta megújult a szakképzés, és az új szakképzésben nagy szükség van a duális partnerekre. A 2023. év iparosa Cetl István lett. Festékboltot vezetek Mosoni város részben már 34. éve. Nagyon fontos számomra, hogy a vásárlók minden igényét ki tudjuk elégíteni. Ez számomra mindig fontos volt, és fontos is lesz. A 2023-as év szakembere díjat Fűzfa Zoltán vehette át. Mi vagyunk azok, akik az itt lévő, rendkívül sokat dolgozó vállalkozóknak, az ő gyerekeiknek, családjaiknak tartalmas programokat csinálunk. Tehát mi vagyunk azok, akik erdeiskolát szervezünk diákcsoportoknak, céges csapatépítő tréningeket szervezünk, megmutatjuk a sziget közt, megmutatjuk, hogy hova érdemes elbújni, elrejtőzni, hogyha szeretnénk feltöltődni. És hát 25 éve csináljuk ezt, reméljük még jó néhány évig fogjuk. Idén is az év szolgáltatója díjat adták át utoljára, amit Huber Erika vehetett át. Korvin a Kft-t még a szüleim alapították, de ezen az úton most már én haladok, és ugye a Szimmát Hotelt vezetem, ami már az én nevemhez fűződik. Nagyon büszke vagyok arra, hogy kiváló kollégákkal dolgozhatok együtt, és az is nagy öröm, hogy decemberben volt a Szimmát 10 éves, és ez szerintem egy gyönyörű születésnapi ajándék.
A díjak átadása után a szórakozásé és a jó hangulaté volt a főszerep a 115. iparos bálon.